Zákány székközség önkormányzata minden évben elismerését és köszönetét fejezi ki azon személyeknek, akik a település közösségi életében részt vesznek, munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárulnak Zákány szék fejlődéséhez. A díszpolgári kitüntetést ebben az évben Adamik István vehette át, aki a díjátadás napján, augusztus 17-én ünnepelte a 69. születésnapját. A falu legnagyobb elismerését a településen végzett kiemelkedő tevékenységért, a közbiztonság javítása érdekében végzett munkájáért, példaértékű életvitelének elismeréseként vehette át az önkormányzati képviselő és egykori körzeti megbízott, illetve polgárőrség vezető. Adamik István polgárőrként több mint 17 éve teljesít szolgálatot Zákányszéken, és hosszú időn át vezette és kovácsolta össze a helyi polgárőr egyesületet. 2017 őszén adta át az egyesület vezetését, és továbbra is polgárőrként tevékenykedik. Mai műsorunkban vele beszélgetek. Sok szeretettel köszöntöm a Morranet Televízió minden kedves nézőjét. Önök a Köztünk élnek című műsorunkat látják. Jelenleg Adamik István a vendégem, aki Zákányszék község díszpolgára címet vehette át nemrégiben, augusztus 17-én a falunap kereteiben. És egy ilyen szép életpályát, amit díszpolgári kitüntetéssel díjaznak, meg kéne indokolnunk, hogy akkor tulajdonképpen hogy is jutott el ön odáig, hogy a falu ennyire tiszteli önt és szereti. Hogyan is kezdődött az ön életpályája? Nagyon fontos lehet egy ilyen pálya kapcsán azt megtudnunk esetleg, hogy milyen családból származik, honnan származik. Hát egyszerű az embernek az életét elmesélni, mert ugye erről biztos mindenki emlékszik, ennél könnyen már szerintem nincs is az életben. Kecskemét mellett éltem, ott születtem Kecskeméten, egy egyszerű kis falus családnak vagyok a sarja. Négyen voltunk a családban, volt egy nővérem. Elég nehéz körülmények között éltünk abban az időben, azért az 50-es évek, szóval nem olyan egyszerű volt az élet gyakorlatilag annak, akinek nem volt anyagi háttere, ott az nagyon nehéz volt. De végül is tisztességesen, tisztességben főnőttünk, főnevetek bennünket. A nővérem az már régen kiment a családból, én maradtam még ott. A szerencsétlenségemre úgy történt, hogy kijártam az iskolát 1963-ban, pont akkor fogtunk hozzá építkezni, és akkor abban az időszakban nem volt lehetőség, hogy mostan Pistikám mennyire szakiskolába. Én nekem otthon 2 évig én voltam a segédmunkás, aki műves mellett. Na lényeg az, hogy szépen felépítettük a házat, utána elmentem dolgozni, és 18 éves koromban, 67-ben bevonultam határőrségen katonának. Gyakorlatilag én voltam az első madár, aki abban az időben ilyen fiatalon bevonult katonának. Én még kufferra vonultam be régi időben, Kiskunhalasra, és ott 27 hónapot töltöttem. 4 évben nyúlt bele az én katonai időm, az mondja 67 novemberben vonultam, 67, 68, 69, 70 februárban szereltem, úgyhogy az elég szép idő volt. Kemény időszak volt ez? Kemény volt, de örömmel gondolok rá vissza, mert valahogy az a határőrség az egy olyan kicsit olyan kiemelt egység volt, mint amit most lehet érezni majd a mostani időben, itt is kezdik kiemelni a határőrzetet. Na, a lényeg az, hogy letöltöttem a katonai időmet, viszonylag jó pályán volt, Kiskolason voltam 3 hónapot, Baján 6 hónapot, többit még Ásotthalmon töltöttem kint az őrsön a határ mellett. Akkor megismerkedett ezzel a környékkel, ezzel a tájjal. És akkor a jelenlegi feleségembe szerelmes lettem, és akkor így itt maradtam. Azaz, Kecskemétről visszajöttem Ásotthalomra, és akkor összeházasodtunk, aztán egy évre rá, még egy év se telt, a ottani barátom, akivel együtt voltam katona, rám beszélt, hogy gyerünk ki rendőrnek. Hát nem nagyon akartam, de mégis úgy döntöttünk. A lényeg az, hogy én ott maradtam, az én barátom meg másfél év múlva leszerelt. És akkor így alakult a dolog. Aztán az úgy kemény időszak volt az a, azt mondja, mikor is szereltem föl, 1971 nyarán szereltem föl rendőrnek. És akkor volt 6 hónap próbaidő, aztán utána
különböző iskolákon kellett végigmenni, volt egy alapfokú, aztán volt egy, egy középfokú, rendészeti szakközépiskolának megfelelő középfokú végzettség. Ott eltöltöttem 5 évet, jól mondom, 5-öt vagy 6-ot, és aztán kijelöltek az AKN Sziker közleti megbízottnak. Hát előtte életemben nem gondoltam, hogy vidéken közleti megbízott legyek, mert Szegeden jó helyen volt. Úgy hívtuk abban az időben, hogy ilyen UR-házi gépkocsizójárőr szolgáltat láttunk el. Nagyon összetett feladat volt, mindenhova minket küldtek. Jó volt, szerettem csinálni, és akkor mindegy kicsöppentem Zálkán székre. Itt meg egy egész más világ fogadott. És aztán kezdtem érezni azt, hogy gyakorlatilag a rendőrségnek majdnem ez volt a lényege. Ez volt az igazi. Mert ezt úgy hívták, hogy egy személyes rendőrkapitányság. Nagyon jó volt. Mikor került ide az Zálkány székre? 77 nyarán. Az pontosan most már 41 éve kerültem Zálkány székre. Hát azért az akkori Zálkány széket biztosan nem lehet összehasonlítani mostanival. Már mondjuk akár a körzeti megbízott szempontjából sem. Nem, hát az abban az időben az igazság, hogy sokkal több volt a bűnöző, sokkal több volt a lopás, minden sokkal bonyolultabb volt, és akkor volt feladatom bőségesen. Aztán 10-valány évig egyedül voltam, aztán kaptam a társamat, az Engi Géza kollégát, és akkor ugye, amiről érdemes beszélni, hogy az első időszakban Móralmi rendőrös, az a nagyon régi rendőrös, ami volt, mert én még ott szolgáltam 1 vagy 2 évet abban az időben, és akkor annyira önállóak voltunk, hogy egyszerűen egy héten egyszer kellett bejönni, amikor fogtuk a kis cuccunkat, a készített iratokat behoztuk az őrse. Most azt nem is lehet összehasonlítani a mai KMV-sökkel, szegények 12 órákat járőröznek, nem is igazán közleti megbízott a munka, amit most végeznek ezek a fiúk, a rendőri munkát végeznek keményen, de nem olyan önálló, nem olyan szabad közleti megbízott a munkát, mint mi csináltunk. És miért mondja azt, hogy a körzeti megbízotti munka az a rendőrségnek az igazi veleje? Én mindig azt hallottam, hogy gyakorlatilag az emberekhez mi vagyunk a legközelebb, lakossághoz. Nincs olyan réteg, ami ennyire közel lenne hozzá. Hiába nyomozó, bármi lehet az, rendőrtiszt lehet, bármi lehet, közlekedési rendőr, az csak egy szakágon egy bizonyos. Nekünk a legegyszerűbb parasztembertől kezdve a TSZ-elnökig mindenkivel volt kapcsolatunk. Nem is volt olyan Zálkán széki tanya, amiről nem tudtok volna, ki lakik benne. Minden nyilvántartásunk, minden rendben volt. A máma ezt nem is tudjuk elképzelni, hát máma már boldog-boldogtalan különböző tanyákban laknak, nem lehet őket követni. Akkor még tudtuk azt, hogy nagyon jó volt. És akkor mondjuk, hogy kellett egy ügyet mondjuk felderíteni, vagy felgöngyölíteni? Hát az egyszerű volt, mert vagy ha friss volt a dolog, akkor addig mentünk, még eredményt úgy éreztük, hogy látunk benne. Volt olyan, amikor 24 óra egészre vetettük, nem tettük le a részét, mentünk, addig kerestük, még nem lett benne eredmény. Hát mondjuk olyan sikereink voltak, hál' Istennek, nem dicsek, de dicsekedni is lehet vele. Nyugodtan lehet. Mert a domaszéki kollégámmal nagyon szépen összedolgoztunk, meg az Engi kollégával, és hát szinte negyed évente, fél évente mindig a szőnyeg szélén álltunk elismerésre, mert mindig voltak eredményeink. Nagyon jó volt, nagyon szép időszak volt. Úgyhogy én, ha még most kezdenék, én most is a közvetlen megbízott munkát tartanám. De nem a mai viszonyok között, hanem abban a régi viszonyokban. Nagyon. És hogyan sikerült megszerezni a bizalmát a lakosságnak? Eleinte gondolom, hát önt nem ismerték. Ja, igen, nem volt egyszerű. Már az sem volt egyszerű, hogy a lakosságot megismerni, mert azhoz több év kellett, hogy kinek a testvére, a komája, a sógora. Szóval kicsit bonyolult volt a dolog, de jó volt. Na, a lényeg, hogy lehetett, hát nem tudom, biztos ilyen veleszületett adottságom, hogy úgy tudtam, szeretem az embereket, akkor a problémákat, főleg a bajba jutott embereket valahogy főkarógattam, meg mit tudom, és akkor ugye elment a híre, mindig jöttek hozzám bizalommal, és akkor meg a másik, hogy még a régi időben is mindig ott mozogtam az önkormányzatnál, szociális rétegnél,
úgy szerettem valahogy ezt az oldalt, és akkor úgy közelebb kerültem a lakossághoz. Még a mai napig is mindig jönnek, vannak, akik jönnek tanácsi, hogy értelmezzem már a papírt, amit kapott, vagy segítsen már megfogalmazni. Hát mondom, hát hol vagyunk már? Jó, de az a réteg jön, aki, ugye, aki nem olyan képzett. Mert a képzett emberek már nem igen fordulnak hozzám tanácsi, inkább én fordulok hozzájuk. Tehát akkor tényleg nagyon összetett lehetett ez a feladat, és nem csak abban merült ki, ami a rendőri szakmát kimeríti. Nagyon összetett volt, úgyhogy én nagyon szerettem. Minden volt benne. A ifjúság gyermekvédelemtől a közlekedést, a bűnügyi munkáig állandó kapcsolatunk volt az ügyészséggel, mert ugyanolyan nyomozást végeztünk, mint a szegedi nyomozók, akik most vagy bármelyik városban nyomozók, ugye megkaptuk az aktát, és ha volt benne tettes, akkor vádindítvány, ami erre se elkészítettük az anyagot. Éppen számoltam, hogy az életem során, ez a közvetlen megbízatás idő során körülbelül 800 ügyiratom volt, ami akta, amit össze kellett fűzni, összeállítani, és az mind írógép. Hogy micsoda a világ volt, az nem úgy volt, mint most, hogy ilyen robotzsanonnak hívják, szerencsétlen srácok jönnek be, és akkor ott bonyolult nekik már bejutni ebbe a rendszerbe. Én fogtam a kis írógépemet, kimentem a tanyára, és ott meghallgathattam az írógépen a tanúként, ha olyan volt, hogy nem tudott bejönni, mert idősebb volt, vagy valami. Ott meghallgattam, ugyanúgy elfogadta a bíróság az ügyészség. Már ilyen nincsen. Ez a közötti megbízott munka, ez szép volt, nagyon szerettem. És aztán következett egy másik nagyon szép időszak. Ugye 22 évet, ha jól tudom, 22 évet töltött körzeti megbízottként Zárkányszéken. És utána jött a polgárőrség, ami szintén egy hasonló, de mégis biztosan más. Kicsit másabb volt. Hát azt meg azért vállaltam, mert a köztudott, ugye Rássanyi, az anyja 1985-ben alakítottuk a polgárőrséget, még abban az időben Gárdján Pista bácsi volt a polgármester, annak a segítségével, és akkor Rászanyit bíztuk meg a vezetőnek, mert alkalmas volt rá, nagyon agilis, jó képességű fiatal ember volt, szépen összefogta a csapatot, és akkor, hogy miért is alakítottuk meg abban az időben, már arra gondoltam, hogy majd ha elmegyek tudni, attól félek, hogy nem lesz jó közbiztonság, mondom, legyen már egy csapat. És akkor ez valahogy így is alakult. Jó, aztán voltak jó rendőrök utánunk, nem probléma volt, nem volt ebben semmi gond. Hogy is alakult a polgárosi kapcsolat úgy, hogy a Rássanyi valamilyen oknál fogva ott hagyta a polgárosséget, és akkor ott maradt vezető nélkül a csapat. Egész jó csapat volt, és úgy kicsit megijedtem, hogy szétessem, mert nem van könnyű összekovácsolni egy ilyen 20-30 fős jó képzett, viszonylag elfogadott embereket. És akkor elvállaltam a vezetést, akkor még nem gondolva, nem tudva, hogy majd ez milyen hosszú lesz, és milyen bonyolult lesz, mert akkor még nem volt bonyolult, az egyszerű volt a dolog. Magunk beosztottuk a szolgálatokat, szépen szolgálgattunk, évente volt egy statisztika, kész. Már nem így van nagyon, ugye fölülről vezényelnek, most mi alulról építkeztünk, most már fölülről építkezünk, fölülről vezényelnek, és azt kell csinálni majdnem, amit gyakorlatilag szükséges, meg amit úgy mondanak is. Mert a pénzt is most már onnan adják, és akkor most már nagyon keményen helyet kell állni. Bizonyos feladatokat kell ellátni, amit addig nem kellett. Na, a lényeg az, hogy 17 éve voltam a menedzseltem azt a társaságot, de ami a szép dolog benne, hogy viszonylag ön is ismeri az Zárkányszéki embereket, viszonylag olyan elfogadott, tisztességes polgárokból áll a társaság. És ilyen nagy létszámú csoport nem igen van az Zárkányszék a másik, aki ilyen társadalmi tevékenységet végez. Na, kivéve az nem tartalmi tevékenység, meg magasabb rendű is, az egyház közösség, mert az sokkal népesebb, és az magasabb rendű dolog, de hát az nem ez a kategória. És hát ugye hozzá kell tennünk, mindig hozzá szoktam tenni a polgárőrséghez, hogy ugye azért ez egy önkéntes munka, és ez egy nagyon fontos, hogy így összetartani egy csapatot. Fontos, nehéz volt? És a másik az, hogy még fiatalok is jöttek, és nem olyanok, mint a
manapság hallom a környező településeken, meg a városban, hogy az az első kérdése a fiatalnak, hogy mennyi fizetnek. Hát, itt sajnos nem fizetünk. Sőt, még mi fizetünk, 3000 forintot fizettünk éveken keresztül tagdíjat azért, hogy éjszakákban kicsit járőzgessünk. Hát ennek a lakosságnak a kiszolgálása volt a legfontosabb. Ugye, köszönöm, hogy a temetések alkalmával mindig őrizzük a parkolókat, sőt, ha igényli a család, akkor még a tanyája környékét is biztosítsuk arra az időszakra, hogy mindenki ott temetésen van. Ilyen dolgokat, akkor lakodalmakkal a parkolókat szoktuk, akkor a rendőrséggel vannak közösszolgáltaink, éjszaka legtöbbször hétvégeken önálló szolgáltak vannak, ketten, három, aki mennek. Nem igen találkoznak velük a polgárok, mert azok alszanak. És akkor sokszor van, aki úgy tőtesz, hogy mit csinálnak ezek, minek is vannak ezek. Hát azért, mert nem találkozik, mert ő alszik a polgár önmög, szépen járőzget a településen. Ilyen, egyszerű. És gondolom azért össze kell dolgozni itt a rendőrséggel, vagy szoktak is együttműködni? Nagyon is fontos, a legfontosabb kérdés az összedolgozás. De nem olyan típusú, mint a régen volt az a önkéntes rendőrség, ez semmiféle spiciség, meg ilyesmi ki van zárva. Teljesen csak szakmai, mi csak biztosítsuk a rendőr segítségét, nyújtunk, ha szükséges, de nagyon fontos. Például a civil szervezet, ilyen polgárőrség nem is működhetne, ha nem volna milyen együttműködési megállapodása a rendőrfőkapitányságokkal. Hát azért van országos, hogy nem mindenféle civil szervezet végezhet közbiztonsági tevékenységet, csak az, aki a rendőrséggel van neki kapcsolata, akkor benne van az Országos Polgári Szövetségben. Szóval vannak itt kötöttségek, komoly kötöttségek, hogy 5-10 vagy bármennyi ember összeáll, nem úgy van, mint hogy olyan bakancsosok összeálltak, az majd mi védjük a közbiztonságot. Törvénytelen nem lehet, nem szabad. És ezt gondolom én akkor a rendőrségen töltött tapasztalatát, ezt mind bele tudta ide pontosan inteszteni. Pontosan ebből volt a legfontosabb kérdés, hogy a régi kapcsolataim meg voltak, és akkor sokkal könnyebben boldogultunk, sokkal több információm volt, én már előre tudtam lépéseket gondolkodni, és akkor így könnyű volt, nagyon jó volt a helyzetünk. Ha itt a homokhátsági térséget nézzük, nem hazudok, azt mondom, hogy az egyik legjobb szervezetes csoport volt a miénk abban az időben, de most is ugyanaz a helyzet még egyébként. Most még látom, hogy sikerült átadnom, hála Istennek. Nagyon nyűgös volt már, évente kétszer volt ilyen elszámolások, statisztikák, és a kislány, a szegi kislány volt a segítségem, azt gyakorlatilag minden terhet nekem kellett cipelni, és azért már gyomorideget okozott, aztán alig vártam már, hogy valakinek át, és nem volt egyszerűen találni. Aki vállalja ezt a feladatot. Hát ezzel küzdködnek megyeszerte, országszerte a polgári egyesületek, hogy öreg, idős vezetők vannak, és nincs fiatal, akinek átadja. Mert lehet, hogy volna, de hát nem biztos, hogy alkalmas rá. És akkor ilyen szerencséje nem sok embernek van, mint nekem, hogy alkalmas embert is találtam, és fiatalt is találtam, és még el is vállalta önként. És nem furcsa, vagy nem... Furcsa, hogy most már nem vezeti? Inkább megkönnyebbülés? Komolyan mondom, olyan megkönnyebbülés, mintha egy nagy teher esett volna elé rólam. Ugyanúgy ott vagyok köztük, nem okoskodok, nem szólok bele a dolgokba. Ha tanács kell, akkor segítek, mert szükséges néha hozzám fordulnak egyes dolgok ide, de nem. Hú, véletlen se. Olyan, mint mikor nyugdíjba mentem, hogy na, leesett egy teher rólam. És akkor most jött az az időszak, mikor ugye most már 69-et töltöttem épp akkor azon a napon, hogy gyakorlatilag egy pályának vége van, ha jól nézem. Mert ha az egészségem engedi, akkor nincs ennek akadálya, hogy részt veszek még a kicsit ott, főleg a polgárőrség tevékenységében, de már van nagyon nagy dolgokat nem akarok csinálni semmit sem.
Még a polgárőr munkájára egy picit visszatérve említette, hogy azért szerencsére vannak fiatalok is az egyesületben, és azért ez nem egy mindennapi dolog, hogy nem túl könnyű lehet gondolom bevonzani a fiatalokat. Vagy lehet, hogy Zákányszéken pont az volt. Hogy sikerült ez? Hát nem tudom. Ennek a lényeg az, hogy szerintem ők is látták, hogy összetartó csapat, és szeretnének valóban tartani, de ennél jobb helyet nem találtak, mert ott van az ifjúsági önkormányzat, az is egy szűkebb, kisebb közösség. Nincs benne állandó olyan munka, és akkor nem tudom, hogy, de megkedvelték, főkínáltuk nekik, és jöttek. Hát mondom, ilyen 20 éves fiatalokból van, szerintem, vagy 6-7 fő, vagy nem is tudom meg. Hát ilyen a környéken nincsen. Jó, habkivel, most Móralon is most szépen megindult a tevékenységük. Jócskán el voltak maradva ők egy jó pár évvel ezelőtt, de most átött ez a fiatal srác, most értem, nem tudom a nevét neki, teljesen mindegy, de egy agilis, egy jó srác látszik rajta, és akkor szépen intéz itt a Móralmi polgárőrség dolgait is. Lehetett is érzetni, hiszen ő is kapott valami elismeréseket, már még fiatal korára való tekintettel is. Igen, hát mostanában azért a polgárőrök viszonylag a szemünk előtt vannak elég sokat. Ugye az utóbbi időszaknak idézőjelben köszönhetően azért nagyon sok munka hárult a polgárőrökre, és hát ez azért folyamatos. Közösségi munka a polgárőrség is, de emellett azért még több feladatot vállalt a település életében. Gondolok én itt az önkormányzati munkára, a képviselőségre. Ennek hogyan jött az ötlete? Hát nem is tudom, hogy én mentem nyugdíjba, utána való évben jött egy választás, és akkor nem tudom, akik valakik rábeszéltek, hogy hát ilyen közösségi ember voltam, miért nem indulsz polgár, vagy önkormányzati képviselőnek. Aztán hát úgy jelentkeztem, indultam. Hát nem, hogy az első időszakban én kaptam a legtöbb szavazatot. Meglepett? Érdekes volt, meglepetés volt. Hát aztán elgondolkodnám, ennek csak az a jele, hogy elismertek itt az egyszerű emberek a településen. Aztán eltelt a 4 év, hát akkor még csináljam még 4 évet, és akkor már a negyedik 4 éves ciklust húzom képviselőként. Én vagyok a legidősebb, mindig is szoktam ott mondani nekik, hogy most már ideje lenne minden nekem is lelépni, mert hagyja jön a fiatal utánpótlás, nem akarom már tovább foglalni a helyet. De végül is jól éreztem magam köztük, még mai napig is jól érzem magam. Erre fogadnak, nem semmiféle olyan, hogy hát Pista bácsi már idős vagy ilyen, nincs semmi, nagyon szépen össze tudunk dolgozni. Ami a legfontosabb, hogy van egy irányban, mindenki egy irányban dolgozik, mozog, nincs szélsőség, hogy mostan ide szavazok, oda szavazok, össze-vissza. Ugye lehet látni az országban, hogy milyen széthúzások vannak. Itt hál' Istennek ez nincsen. Egyhangú, egyöntet ilyen szavaz. Most jó, nem az, hogy nincs néha valami kis egyszerű különbség, de a nagy dolgokban mindig egy irányba szavazunk mindig. És ez alatt az időszak alatt van olyan, amire kifejezetten büszke, mondjuk akár amit ön kezdeményezett, hogy akkor valami, ami megvalósult? Vagy valami, ami kifejezetten az önök munkájának a... Talán még amit lehet, hogy pont nem erről van szó, de amit még szeretnék megemlíteni, hogy abban az időszak... Hú, nem is, már még akkor rendőr voltam, bocsánat, mikor megkezdtük a borszéki társaságnak a szervezését. Akkor heten indultunk el Borszékre még, ha hiszem, mikor volt a rendszerváltás? 80, 89? 92-ben volt az első útunk, akkor mentünk el heten kisbusszal, a Balázs doktornak volt a szervezése, annak volt ott egy ismerős tanárembere, és akkor... És így indult Borszék testvértelepüléssel a kapcsolat? Így indult Borszék, pontosan. Akkor heten voltunk, volt a Deák gimnáziumnak az igazgatója, az is Kovács Józsefnak hívták, dr. Kovács Józsefnak, a Gárnyán Pista bácsi volt a polgármester, a utána lévő polgármester a másik dr. Kovács Józsi, az Ákánszéki, akkor ő képviselő volt, a Papince Boltos, akkor a Kazi Imre bácsi, kocsmáros, meg én voltam ilyen rendőr, akit vittek magukkal, és akkor volt az első kapcsolatunk. Aztán olyan jó alakult, hogy rá egy évre már onnan is jött egy bizonyos társaság,
tovább építeni a kapcsolatainkat, és akkor így szépen, aprólanként, évről évre úgy kialakult, hogy hát még már családok, barátok vannak, összejárnak, rengeteg kapcsolat van Borszékkel. És most mindenki Borszékre akar, nem akarnak menni arra, Csíkszeredre állnak össze-vissza, de Borszékre akarnak menni, mert a barátság az egy nagyon fontos dolog. Ott is van, mindenhol van barátság, de ha egyszer itt épült, itt alakult meg az első, itt fejlődött ki ennyire, akkor hát még az egyház közösség is csapatostul mennek, mert hát egyszerűen mondom, hogy egy nagyon, nagyon nagy élmény Borszékre járni. És mai napig ön is jár? Persze, mindig folyamatosan, mindig élek, én akarok mindig járni Borszékre. Nagyon szeretem. Ja. Érdekesség, hogy mikor mentem így társaságokkal, akkor volt egy, azt mondja, hát Pista bácsi, te jobban otthon vagy, mint Zálkán Székely, mindenkit ismerek, és akkor hát ez így alakult, hogy tényleg sok ismerős, sok barát van. Akkor most ez volt a hízem, ha visszatérnénk arra, a másik is volt a másik kérdés. Jaj, mi volt a testületi időm alatt valami olyan? Volt-e kiemelkedő? Nem biztos, hogy volt, csak mondom, hogy hát, ha van olyan, amire kifejezetten. Hát volt egy kifejezetten, ami nem is pozitív, hanem negatív volt. Indítványoztam egy helyi törvényjavaslatot. Nem mondom, nyugodtan, mert nem probléma. Hogy meg azt szerettem volna adóztatni azt a réteget, akik laktassák ezeket a vendégmunkásokat. És akkor, de nem, csak egyszerű módon, hogy legyen nyilvántartás, kicsit jobban kézben legyen. Aztán ki is dolgoztam én ezt, szépen akkor beküldték a megyére, ott is értelmezték, és akkor nem tudtak állást foglalni, végül aztán abban maradt az egész. De nem is bánom, mert lehet, hogy nem is lett volna az. Ez volt a negatív része, a pozitív volt most hirtelen. De biztos, hogy nagyon sok volt, meg hát azt mondja, hogy egyfelé húz a testület, akkor közös döntések születtek minden egyes fejlesztés kapcsán, gondolom. Hát az egyértelmű volt, ott nem volt kivétel. Egyszerűen, ugye nem is volt olyan nagyon sok fejlesztési lehetőségünk, ami volt, azt még nagyon meg kellett ragadni. Úgyhogy itten nem volt olyan, hogy hát majd elhalasszuk meg a legkisebbet is mindig. Jó menedzseli a Matuszka ezt a kérdést, én véleményem szerint. Úgyhogy ebből a tekintetben is jó polgármester. És hát mit szólt ahhoz, hogy most kapta ezt a kitüntetést? Hát azt majdnem hanyattestem, komolyan mondom, ez hát én véletlen sem számítottam rá, hogy számítottam volna, nem. Mondom, én magamat egy roppant egyszerű kis közösségi embernek tartom, nem kiemelkedő valakinek, és akkor mondom, ilyen, hát az első gondolatom az volt, hogy hol vagyok én a fönn a táblán lévő tanáremberekhez viszonyítva, hát a térdükig nem érek fel, mondom, hát hogy akarnák engem oda kitönni a falra. És akkor volt barátom, aki azt mondja, hát nem úgy kell ezt fölfogni, vagy nem úgy kell mérlegelni, mert egy világbajnok boxolót nem lehet összehasonlítani egy tudós emberre, mert más műfajok. Ezt akkor úgy aztán úgy belenyugodtam, mondom, jó, hát én nem kértem, de ha adják, akkor mondom a közmondásnak ezt a részét, akkor fogadom. Ha ütnek, akkor meg a másik szavadja, de nem ütöttek. Úgyhogy ez így alakult, nagyon jó volt. Jó érzés volt. Meg a meglepetés. Meg a másik utána a reakció, amit úgy észleltem. Azt hittem, hogy majd lesz egy olyan réteg, aki kicsit úgy finnyáskodik, vagy kimondja, hogy hát azért nem kellett volna ez, de nem tapasztaltam. Tehát a lakosság is sokat gratulált akkor önnek, gondolom. Igen. Ami most a közelmúltban volt, amit azért meg kell említeni, az a családnak a megsegítés, az szerintem egy pozitív dolog volt. Nem tudom, biztosan emlékeznek. Igen, a rabi családra gondol. Én nagyon nem vittük ki a köztudatban, nem lehetett, mert azt mondják, hogy az APEC a pénzügyi embereket odafigyelnek erre, hogyha... Még ha segíteni akar az ember, akkor is. Akkor is leveszik a vámot róla, hogyha nagyon légy van. De azért ott is tapasztalta, hogy összefog a lakosság, hogyha szükség van rá. Persze. Csak ott az volt, hogy volt rá igény, mert az iskolákban tanárok mondták mindenki, hogy annyira jó lenne, csak nem volt, aki ezt végig közben.
és akkor eszközt kitalálni, hogy hogy milyen módon. Aztán besegített a művelődési ház, úgyhogy szépen megszerveztük azt. Ment a maga útján, jó volt. Csak a családnak nem volt jó. Mert... De azért bizonyára az, hogy a falu azért így gondolt persze, rájuk, azért ez biztos, persze. Hogy egy nagyon pozitív hát erőt adott nekik. Pár évvel a Zóvó nénének a fiának gyűjtöttek egy ilyen nagyobb mennyiségű pénzt a kezelésére. Ez a kettő tudom így most ilyen. Tehát ez a segíteni akarás azért önben mindig is megvolt. Ja. Érdekes, hogy még már mai napig is mondom, hogy jönnek nem csak papírmunkám, hanem ilyen egyszerűbb emberek, hogy kicsit segítség. Nem tudok neki ellent mondani, mert nem tudom, hogy milyen rossz helyzetben vannak, és akkor amit a lehetőségem ad, mindig segítek rajta. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a kitüntetéshez, és hát kívánom, hogy még hosszú évekig tudja segíteni, és támogatni, és részt venni Zákányszék közösségi életében. Hát remélem, hogy így lesz. Mostanában már 70 év, az még talán van hátra egy kis idő is akkor. Biztos nem akarok annyira visszavonulni, mert az soha nem vezetett jóra, ha valaki visszavonult. Nem is tudna, lehet visszavonulni. Hát az majd az egészség, amit mond, így van. Hát köszönöm szépen akkor ezt a lehetőséget. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!